Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Szerda este 4:10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Éjjel fél egykor a mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, sokakat még nagy erőkkel keresnek. A hableány hajó tulajdonosának képviselője nem sokkal este 10 után azt mondta, a hajó ténylegesen elsüllyedt, 34 fő volt a fedélzeten a két fős legénységgel együtt, és rendkívüli erőkkel zajlik a mentési munka. A hatóságok a helyszínen és a hajóstársaság mindent megtesz azért, hogy mindenkit kimentsenek a vízből. Tóth Mihály, az Európa cégcsoport és a Panoráma Deck Kft. Szóvivője később az MT-nek azt mondta, főleg távol-keleti turisták voltak a hajón. Tóth Mihály szerint rutinszerű hajós városnézés közben történt a baleset. Információik szerint a baleset úgy történt, hogy a hableányba a Margit hídnál hátulról belefutott egy szállodahajó és felborította. A Mahart Budapest nevű hajója vette először észre a balesetet, onnan hangzott fel először az ember a vízben figyelmeztetés is. Szerdai el a Margit híd pillérétől 3 méterre a Duna mélyén megtalálták a hajóroncsot is. Azt egyelőre nem tudják, mikor lehet kiemelni. A baleset után a folyón álló hajók mind reflektorokkal világították a vizet, a Szabadsághídról egy filmforgatás reflektorait is a Duna felé irányították, de a mentés nehezítette, hogy a megáradt 15 fokos folyónak nagyon erős a sodrása, és az eső miatt a világítási próbálkozások ellenére a látási viszonyok is rosszak voltak. A kormány sem Manfred Weber néppárti, sem Franz Timmermans szocialista csúcsjelölt európai bizottsági elnöki jelöltségét nem támogatja, mert Manfred Weber az elmúlt hónapokban többször megsértette a magyarokat, Franz Timmermans pedig gyakorlatilag folyamatosan hazudott Magyarországgal kapcsolatban az EP választási kampányban. Erősítette meg a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán a kormányülés szünetében kifejtette, az európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP rekord részvétel mellett rekordgyőzelmet aratott, így Orbán Viktor miniszterelnök újfent megerősített mandátummal, megerősített formában képviselhette a magyarok érdekeit és szempontjait az Európai Uniós tagállamok állam- és kormányfőinek keddi brüsszeli csúcs találkozóján. A Gazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára reményét fejezte ki, hogy a nemrégiben megválasztott új ukrán elnökkel, Volodymyr Zelenszkijjel sikerül rendezni a kárpátaljai magyar közösség életét negatívan befolyásoló törvények kapcsán kialakult helyzetet. Mencer Tamás szerint óvatos bizakodásra adhatnak okot az új ukrán elnök első nyilatkozatai. Mencer Tamás hangsúlyozta, hazánk mindig is jó szomszédi viszonyra törekedett Ukrajnával, amit bizonyít, hogy Magyarország a korábbi években támogatta az ukránok euróatlanti és vízumliberalizációs törekvéseit, illetve oltóanyagokkal és ivóvízhez szükséges klórral is támogatta a nehéz helyzetben lévő államot. Éppen ezért hátbaszúrás volt az előző ukrán elnök idejében elfogadott oktatási, majd a nyelvtörvény, amelyek célja a nemzeti nyelvek visszaszorítása az élet minden területén. Fogalmazott hozzátéve, itt nem két oldalú, hanem nemzetközi ügyről van szó. A vasárnapi Európa parlamenti választáson elért magasabb részvétel, több szavazat, több mandátum azt jelenti, hogy Magyarországnak erősebb lesz a képviselete Brüsszelben, mondta Orbán Balázs a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A századvég alapítvány Európa választ az értékelés című rendezvényen az államtitkár üdvözölte, hogy a részvételi arány nőtt, Európa büszke lehet Magyarországra, hogy az emberek ilyen nagy arányban kifejezték akaratukat a választáson. Emellett arra is büszke lehet Magyarország, hogy itt az EP választási kampány európai témák körül forgott. A magyarok megmutatták, hogy őket foglalkoztatja Európa jövője, látják az Európa előtt álló kihívásokat, és határozott véleményük van arról, merre kell fordulnia Európának, mondta. Kiemelte, most a választásból megerősödötten kikerült kormánypártok állnak szemben egy romokban lévő ellenzékkel. Az antiszemita atrocitások megelőzésére a Tett és Védelem Alapítvány úgy döntött, egyfajta önszerveződő biztonsági szolgálatot hoz létre Budapesten, Belső Erzsébet városban, az úgynevezett Buli negyedben, közölte a Népszava. A lapnak Szalai Kálmán, az alapítvány titkára azt mondta, elejét akarja venni annak, hogy Magyarországra importálják az észak- és nyugat-európai antiszemitizmus terjedő pestisét, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy biztonsági szempontból Budapest ne váljon olyan helyé, mint némelyik nyugati nagyváros.
Az újság felidézte nemrég a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriumi elnöke Szabó György azt nyilatkozta a Népszava online felületén, hogy rendszeresen történnek verbális atrocitások a 7. kerületben. A szóbeli agressziót erősen itt a turisták követik el, angolul becsmérlik a zsidókat, esetenként Heil Hitlereznek. Leginkább az ortodoxokat éri inzultus, mert ők viseletük alapján jól beazonosíthatóak. A biztonsági szolgálatról szóló elhatározás nem kizárólag Szabó György jelzései alapján született, de szerepet játszottak a folyamat felgyorsításában. Jelenleg a részletek kimunkálása folyik, várják az önkéntesek jelentkezését, írja az újság. Külföld. Netanyahu-nak nem sikerült kormányt alakítania, feloszlatta magát a parlament Izraelben. Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek nem sikerült megalakítania 5. kormányát a szerda éjfélig rendelkezésére álló határidőig, így az izraeli parlament a Knesset megszavazta önmaga feloszlatását. A híradások szerint 120 képviselőből 74 támogatta az április 9-i választások után április 30-án felesküdött Knesset feloszlatásáról szóló törvényjavaslatot és az új választások kiírását várhatóan szeptember 17-ére. A koalíciós kormányt azért nem sikerült létrehozni, mert Avigdor Lieberman, az Izrael a hazánk párt elnöke ragaszkodott ahhoz, hogy a Knesset változatlan szöveggel fogadja el az első olvasatban már régebben megszavazott bevonulási törvényt, a vallásos pártok azonban ezt egységesen elutasították. A kudarcért Lieberman a Likudot és az élén álló Benjamin Netanyahut, a Likud pedig Liebermant vádolta. A Knesset feloszlatását eldöntő szavazás után Benjamin Netanyahu azt nyilatkozta, hogy Lieberman jobboldali szavazatokat szerzett meg, de amikor nem lépett be kormányába, akkor kiderült róla, hogy valójában a baloldalhoz tartozik. Az ellenzéki centrista kékfehér párt élén álló Benny Gantz a választások várható időpontjáig hátra lévő időszakra utalva azt mondta, Netanyahu 3 őrült hónapot választott, amikor a Knesset feloszlatása mellett döntött a szokásos eljárás követése helyett. Az izraeli törvények szerint ugyanis, ha a kormány főjelölt kudarcot vall, vissza kell adni a mandátumát az államfőnek, aki újabb jelöltet kért fel a kormány alakításra. A múltban hasonló esetekben ez történt. Szerda este kiszivárgott, hogy az elmúlt napokban Benjamin Netanyahu a szociáldemokrata munkapártot és a centrista kékfehér pártot is megpróbálta bevonni új kormányába, de mindkét párt elutasította, mert választási kampányukban megígérték szavazóiknak, hogy nem lépnek koalícióra a korrupciós vádakkal szembenéző kormányfővel. Avi Gabbay, a munkapárt vezetője Twitter üzenetben jelentette be, hogy a keddesti ajánlatában Netanyahu megígérte, hogy megőrzi a demokratikus jogrendszert, és nem fog a jelenlegi bíráskodási rendszert megváltoztató törvényjavaslatokat előterjeszteni, valamint számos miniszteri tárcát is felajánlott, de a párt vezetői nemet mondtak. A kormányalakítási nehézségeket az okozta a rendkívüli tapasztalt Benjamin Netanyahu számára, hogy mozgástere a korrupciós ügyek miatt jelentősen beszűkült, valójában csak egyetlen kormánykoalíció létrehozására volt lehetősége, a vele továbbra is együttműködő jobboldali és vallásos pártokkal. A centrista és a baloldali pártok ugyanis választási kampányukban megígérték szavazóiknak, hogy semmiképpen sem fogadják előtt kormányfőnek, amíg meghallgatásán Avihai Mandelblit főügyész előtt, vagy a bíróságon nem tisztázta magát, miután a rendőrség és az ügyészség is vádemelést javasolt ellene a begyűjtött bizonyítékok és tanúvallomások alapján. Izraelben legutóbb 2009-ben Cipi Livninek nem sikerült létrehozni a koalíciós kabinetet Ehud Olmert kormányfő korrupciós vádak miatti lemondása után. Livni az izraeli törvények értelmében visszaadta kormányalakítási megbízatását az államfőnek, aki akkor Benjamin Netanyahu bízta meg az új kormány megteremtésével. Korábban 1990-ben Simon Peres is kudarcot vallott a képviselők többsége támogatásának megszerzésében, és akkor az elnök Yitzhak Shamirt kérte fel helyette, aki kormányt is alakított. Bíróság elé kell állnia a Boris Johnson volt brit külügyminiszternek, a keményvonalas Brexit tábor zászlóvivőjének, Theresa May távozó miniszterelnök egyik utódjelöltjének, a brit EU-tagságról rendezett népszavazás kampányában tett kijelentéseiért. Az eljárást egy magánvádló kezdeményezte Johnson ellen a londoni Westminster kerület magisztrátusi bírósága előtt, közhivatali tisztséget betöltő személy által lekövetett visszaélés címén. Az eljáróbíró kihirdetett végzésében úgy rendelkezett, hogy Johnsonnak meg kell jelennie a magisztrátusi testület előtt, és utána az ügy magasabb, koronabírósági szintre kerül tovább. Az eljárás központi elemét képezi az a sokat bírált és hivatalosan is cáfolt állítás, hogy Nagy-Britanniának az EU-tagság heti 350 millió fontjába kerül.
A bukaresti szociálliberális koalíció vezető erejét képező szociáldemokrata párt folytatni akarja a kormányzást, hogy ne okozzon csalódást azoknak a választóknak, akik 2016. decemberében parlamenti többségéhez segítették a PSD-ADLE koalíciót, közölte Viorica Dancila miniszterelnök, a párt ügyvezető elnöke. A PSD csak abban az esetben mond le a kormányzásról, ha nem tudja megtartani a parlamenti többségét, tette hozzá, a román politika forrongására utalva, amelyet az váltott ki, hogy az európai parlamenti választáson a PSD gyengén szerepelt, és előre tört a jobb-közép ellenzék. Az ülésen több személyi döntést is hoztak, a párt vezetőségébe visszatértek azok, akiket korábban a korrupcióért hétfőn bebörtönzött Liviu Dragnea pártelnök állított félre. Tovább romlott a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete Törökországban, az alkotmánymódosítások nyomán jelentősen meggyengült a fékek és ellensúlyok rendszere, írt a jelentésében az Európai Bizottság. Az éves értékelésben leszögezték, hogy Törökország tagjelölt ország és kulcsfontosságú partnere az Európai Uniónak, amellyel például a migráció és a menekültek támogatása terén is fontos a jelenlegi együttműködés. Ankara ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre csak távolodik a közösségtől. A brüsszeli testület szakértői kitértek arra is, hogy a török kormány negatívan befolyásolta a pénzügyi piacokat. Nagyon valószínű, hogy Irán áll az Egyesült Arab Emírségek partjai közelében tartályhajók ellen elkövetett szabotázsakciók és a szaúd-arábiai kőolajterminál elleni támadási kísérlet mögött, jelentette ki John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója Abu Dhabiban. Bolton szerint szinte bizonyosan Iránból valók azok az aknák, amelyekkel végrehajtották a támadást. Ez az első eset, hogy bárki egyértelműen Irán gyanúsította meg ezekkel az akciókkal, fűzi hozzá az AP hírügynökség. Bolton a hétvégén Tókióban már halványan utalt Irán felelősségére ezekben az incidensekben, valamint a május 19-i bagdadi rakétatámadásban. Az elnöki tanácsadó a Donald Trump elnökkel együtt tett tókiói vizit után kedden érkezett Abu Dhabiba. A Védelmi Minisztérium kormányzati tevékenysége koordinátora a területeken részlege, amely Izrael katonai összekötőjeként funkcionál, bejelentette, hogy 10 tengeri mérföldre csökkenti a gázai halászati zóna területét, megtorlásul a határon átreptetett molotov koktélt szállító léggömbökért, melyek tüzeket okoztak a gázai övezettel határos izraeli területeken. A Kogát nyilatkozata szerint az intézkedés további utasításig érvényben marad. Március 31-én az egyiptomi közvetítésű nem hivatalos tűzszüneti megállapodás első engedményeként Izrael 12 tengeri mérföldről 15-re növelte a halászati zóna területét. A Yent híroldal szerint Izrael a második intifáda óta nem engedélyezett ilyen széles tartományt. Izrael április 30-án egy Gázából kilőtt, de a tengerbe zuhant rakétát követően 6 tengeri mérföldre csökkentette a zónát, majd május 4-én az összecsapások miatt lezáratta. Május 10-én ismét megnyitotta 12 tengeri mérföldre növelve, majd 21-én tovább növelte 15 tengeri mérföldre, de 22-én megtorlásul a molotov koktélt szállító lufikra 10 tengeri mérföldre csökkentette, majd 26-án ismét 15-re növelte. Gazdaság. A rendszerváltozás óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség Magyarországon, mint idén február és április között. A 2010-es mintegy 12%-ról 3,5%-ra csökkent a mutató, amellyel Varga Mihály pénzügyminiszter ismertetése szerint Magyarország az Európai Unió 28 tagországa között a negyedik helyen áll Lengyelországgal holt versenyben. Varga Mihály Magyarország foglalkoztatási mutatóinak alakulását is méltatta, miután idén február és április között 47 ezer emberrel többen dolgoztak, mint az előző év azonos időszakában. Az adatok azt mutatják, hogy egyre kevesebb olyan álláskereső ember van ma Magyarországon, aki nem talált a maga számára munkát, fogalmazott. Varga Mihály kiemelte, a közfoglalkoztatottakat célzó képzések és programok is eredményesek voltak. A közfoglalkoztatottak száma ugyanis az elmúlt egy évben 40 ezerrel csökkent. Javulásnak tekinthető, hogy a munkanélküliségben átlagosan eltöltött időtartam is 14 hónapra mérséklődött. Ezzel persze nem vagyunk elégedettek, ennek időtartamát tovább akarjuk csökkenteni, mondta a miniszter. Végül a várható időjárásról.
Hazánkban ma délelőtt sokfelé borítja zárt felhőzet az eget, amelyből többfelé várható eső. A Tiszán túlon várható szakadozott a felhőtakaró, így záporokra, zivatarokra is számítani kell. Délután a Dunán túlon borult, esős idő várható. Az ország más részein a tartós csapadék megszűnik, de a változóan felhős ég mellett szórványosan kialakulhat záporeső, zivatar. A szél napközben erős északnyugati lesz. Hajnalban 9-15 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 12-22 fok között alakul, késő este 11-16 fok lesz. A mai napon hideg front érkezik térségünkbe. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!